igazgatási törvény megváltoztatásával hogyan érinti a magyar munkavállalókat. Képviselőtársunk elmondta, hogy fogadni fognak bennünket, és hagyd mutasson meg, hogy a szakszervezeteknek itt van a 12 pontja, amit követelnek, és ezt szeretnénk bevinni a dolgozóknak, hogy minél többen csatlakozzanak hozzá, mert nagyon fontos, hogy maguk a munkavállalók értsék azt, hogy ki kell állni a jogaikért, és mi itt állunk mellettük. És egyébként is tudni kell, hogy ezzel az igazolvánnyal mindenkit be kell, hogy engedjenek. Mi így jártunk el az MTV a székháznál, így fogunk most is eljárni, és a jövőben is így fogunk eljárni. Na, az a szerencse, hogy most várnak is minket, Szél Bernadett bejelentkezett, várnak minket, úgyhogy én azt gondolom, hogy utána, amikor a tárgyalást lefolytattuk, akkor kijövünk és tájékoztattuk a sajtót arról, hogy mit beszéltünk benne. Köszönjük. Ha ez így megfelel. Köszönjük szépen, és pihenjenek egy kicsit, jó? Jó, azt tudjuk ígérni önöknek, hogy egy óra körülbelül a tapasztalataim alapján, amit benne szoktunk tölteni. Most nem tudom, mennyi az idő, 15 óra, nézzük az ön órájára, bocsánat. 15, akkor abban állapodjunk meg, hogy hát 16 óra 15-kor legkésőbb itt leszünk. Szerintem egy óra lesz, amíg beszélünk. 16 óra 15-kor akkor itt tartunk és sajtótájékoztatunk azokról a tapasztalatokról, amiket benne lesz. Azért megyünk be, mert Orbán Viktor törvénye a rabszolgatörvény az itt dolgozó emberek nyakába tette azt, hogy ők is túlórázzanak azért, hogy határidőre kifizethessék a nyugdíjat. Tudom, hogy nem rajtuk múlt az, hogy januárban ez nem sikerült. A magyar kormányon múlt, mert képtelen volt arra, hogy ez biztosítsa a fedezetet. Ehhez képest mi szolidárisak vagyunk azokkal az asszonyokkal, akik ebben az épületben minden nap azon gürcölnek, hogy a 3 millió nyugdíjas, illetve járadékban részesülő számára megkaphassák azt, ami egyébként nekik jár, és nem pedig az Orbán maffia kegyéből jár nekik bármi is. És a közszférában egyébként ők azok, akik a legrosszabbul járnak, mert ők dolgoznak a legtöbbet, nekik 3/4 hét körül itt bent kell lenni, és akár 12 órán keresztül is dolgoztathatják őket úgy, hogy túlmunkát nem fizetnek nekik. Tehát ez egy gazember társaság, ráadásul az egész igazgatás rendszerét, a társadalombiztosítás egész rendszerét szétverték, és ezek az emberek, mint az állat annyit dolgoznak, és kíváncsian várom, hogy milyen béremelést kaptak abból a béremelésből, amit egyébként beharangoztak nekik, mert sanda gyanúm, hogy egy fillér béremelést nem kaptak. Különben a fújás folytatjuk. Meg még egy kérdést vállaltak, mondják, hogy mutassanak nekem Magyarországon egy olyan intézményt,